nagyon sok ibó voltam a játékunkban is. Már az első fél időben is nagyon sok olyan koncentráció probléma volt, ami elkerülhető lett volna. De nagyon örülünk a győzelemnek, és nagyon remélem, hogy nem súlyos Kovács-Peti sérülése, mert az hatalmas vesztesége lenne a csapatunknak. Ralph, could you please summarize the game? We didn't play like we have to play to win games. Nem úgy játszottunk, ahogy játszanunk kéne ahhoz, hogy meccset nyerjünk. To compete, this team need to enjoy basketball, and I don't think we enjoy today playing. Most, hogy felvegyük a harcot a Pécs ellen, úgy kell játszani, hogy élvezzük a játékot. Ma nem élveztük a játékot. We played really slow in the first quarter. Nagyon lassan játszottunk az első negyedben. I will study the film and I will try to find the reason. Tanulmányozni fogom a felvételt és igyekszem megfejteni, hogy mi ennek az oka. And that was the key. We started the game really cold and when we don't show that kind of intensity that this team has shown, even last week against Albacon. Ez volt a kulcs fontosságú tényező, hogy hidegen kezdtük a mérkőzést, és nem tudtunk annyira se bemelegedni, mint legutóbb az Albacon ellen. If we don't show that intensity, if we don't play like that, we are not the team we want to be, and the team we can be. Ami nem az az intenzitással játszunk, amit eltervezünk, akkor nem az a csapat vagyunk, aminek kell lennünk, amit szeretnénk lenni. I told the players that if we show the intensity we had during the week, this game was a winnable game, and I still believe we can, with all the respect for Page, because they are a good team, coach is a good coach, and they are dealing with a lot of things, and it's not easy. With all due respect, I think we can beat them if we play like we want to play. Azt az intenzitást mutattuk volna, amit az edzéseken, akkor ez egy nyerhető mérkőzés lett volna. Természetesen gratulálok a Pécs csapatának, illetve edzőjének, aki nagyszerű munkát végez és nehéz felkészülni belőle. So, I think no one enjoyed today. I didn't enjoy, the players didn't enjoy, and senki nem élvezte mai mérkőzést, a játékosok, az edzők se, didn't enjoy at a nézők today, se. Because it's been really sad what happened today. Ez egy nagyon szomorú nap volt. That's not good at all for this club, for this organization, and neither for this team. I'd like to give an example. Ez nem méltó se a csapathoz, se ez a szervezethez. I'm sure Justin Safor would never miss those two free throws if he is inside the rhythm of the game. He missed those two free throws because of that stop we had in the game. Mondok is egy példát, biztos, hogy ha mérkőzésben van és koncentrál Justin Safford, akkor nem hagyta volna ki azt a képbüntet. It would have been a 5 points play if he makes those two free throws. 5 pontos játék lett volna, ha értékesíti a két büntetőt. I'm not blaming him. Természetesen nem hibáztatom őt. I'm blaming that situation. That situation is bad for the team, it's bad for the organization, and it's bad for the league, and it's bad for basketball. So, ezt az adott szituációt hibáztatom. Ez rossz a mi játékunknak, ez nem helyen való. I sincerely want to apologize for our game, because our game was really bad. Elnézést kérek a mai teljesítményért, mert ez nagyon gyenge volt, nagyon rossz volt. But everybody needs to understand that there is people working really hard in this organization, and this kind of things go against City, go against Zalaegerszeg, and go against basketball. Mindenkinek meg kell érteni, hogy keményen dolgoznak itt emberek, és ez a mai teljesítmény, ez nem méltó, ez a város ellen szól, illetve a szervezet ellen szól, ez nem jó. I want to finish saying that nobody said that this was going to be an easy task. Senki nem mondta, hogy az egyszerű feladat lesz. We keep working, the goal is there. Folytatjuk a munkát, a cél adott.
I'm optimistic. I know the way these players work. Optimista vagyok, mert tudom, hogy hogy dolgoznak a játékosok. There are 13 games ahead, starting by next week at Kecskemét. 13 mérkőzés van hátra, a következő állomás jövő héten Kecskeméten lesz. Starting by tomorrow's practice. És a munka már a holnapi reggeli edzésen kezdődik.